Van Somogy megyében egy község, ahol egy középkori eredetű monda alapján több száz éve már egy rendkívüli hagyományt ápolnak. Az 1200 fős Andocs főterén emelkedik a Nagy Boldogasszony templom, amely nem csak műemlék, hanem az egyik legismertebb magyar katolikus búcsújáróhely is. Én ugyan Győrben születtem, de Kalocsán élek most már 15 éve, és Kalocsa és a szállások népe fogadalmat teljesít, amikor évente elzarándokol Andocsra. Kevesen tudják, hogy az a kegyszobor egykor Kalocsán volt, és a legenda úgy tudja, hogy a gyalázkodó török elől angyalok menekítették a kegyszobrot kápolnástól, és ott a Somogy megyei Andocson rakták le. És Kalocsa, miután ez a lelki kötődés megvan, így oda zarándokol, és évente ezt kötelességének tartja teljesíteni. A Nagy Boldogasszony templomban lévő Mária kegyszobrot 1747 óta öltöztetik. A Mária ruhák a földszinti termekben várják, hogy sorra kerüljenek. Oberhuber Józsefné, Ági néni több községbéli segítségével, a liturgia színének figyelembevételével két hetente öltözteti Máriát és a kisdedet. Gróf Széchenyi Katalin vette neki a legelső ruhát, és azóta van öltöztetve. Én nekem öröm, mert én 7-es, 8-as korom után, tehát 70 éve, hogy ide járok. És volt olyan időszak, mikor hát születtek a gyerekeim, de oltárt akkor is díszítettem. Úgyhogy teljes életemben ide jártam. A Mária ruhák gyűjteménye igencsak gazdag. A hálás hívek több száz kelmét varrattak a Madonnának. A kollekció nagyobbik része magyar adomány, ám a dúsan hímzett ruhák mellett Dél-Amerikából, Írországból, vagy épp a Távol-Keletről küldött egzotikus darabokkal is találkozhatunk. 355 ruhája van a szüzanyának, úgyhogy ez az egész világról. Olyan ország nincs, ahonnan nincsen ruha. Mi is szoktunk kegyajándékként ruhát vinni a kegyszobornak, így tettünk néhány éve is, amikor egy kézzel, géppel hímzett, szomorú, pamukos, szép viseletet ajándékoztunk. A kegyhelyi igazgatójának és a munkatársainak a kedves figyelmessége, hogy amikor Kalocsáról zarándokok érkeznek, akkor mindig ez a ruha van a kegyszobron. Egy Tolna megyei erdőmérnök, Göbölös Péter kezdeményezésére, Dóci Szilvia varrónő kezemunkájának nyomán elkészült már a magyar erdészek hímzett feliratú Mária ruha is. Tudtam erről a néphagyományról, kislánykoromban a nagyanyám ide elvitt engem Andocsra, nagyon híres az andocsi búcsú, és kaptam egy felkérést, hogy én készítsem el. Ez nagyon nagy örömmel töltött el, és meglepettséggel, hisz ilyen munkát én még nem készítettem. Azt gondolom, hogy a közé, a több száz ruha közé illett most már egy vadászöltözet is, hiszen a vadászok azzal a kultúrával, hagyománnyal, ami magyar népünkhöz, nemzetünkhöz eltéphetetlen sok szállal kötődik, így most akkor a szűzanya oltalma alatt is van egyben.